Mi magyarok. Mars lakóink egyike, Kármán Tódor. Az Egyesült Államok legmagasabb állami tudományos kitüntetését, a National Medal of Science-t 1963-ban elsőként kapta meg Kennedy elnöktől. A díj indoklása szerint a repüléstechnika számára alapvető tudományos és műszaki úttörő munkájáért a mechanika számos területéhez való hathatós oktatói és egyéb hozzájárulásáért, a fegyveres erőknek nyújtott kiváló tanácsadásáért, és mert elősegítette a nemzetközi együttműködést a természet és műszaki tudományok terén. Egy olyan tudóst ismert el Amerika, aki 1881-ben Budapesten született, és csak évtizedekkel később lett állampolgára. Kármán Tódort Csodagyereknek tartották. Hat évesen fejben kalkulált akár hat jegyű számokkal. A Bánki Bánkidonát volt a professzor, akinél később tanár segéd lett, majd a Ganzgyárban dolgozott. A nagyháború alatt a Monarchia hadseregében Asbó Toszkárral dolgozott a helikopter tökéletesítésén. Később Németországban, majd 1930-tól az Egyesült Államokban élt. Megalapította az Aeronautikai Tudományok Intézetét, ahol turbulencia elmélettel és a szuperszónikus repüléssel foglalkozott. A rakéták hajtóművének modernizálásával hozzájárult az űrkutatás sikereihez. Egyike az Amerikába került és ott meghatározóvá vált magyar tudósoknak, akiket csak marslakóknak neveztek a hazai kollégák. 1991-ben Kármán Tódor születése 110. évfordulóján Amerika 29 cent, Magyarország 15 forint névértékű emlékbélyeget bocsátott ki. A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Nonprofit Kft. készítette.